Székesfehérváron a szeptember a gasztronómia hónapja, a Mangalica Fesztivál küldetése, hogy az őstermelőktől közvetlenül kerüljön a kifogástalan minőségű portéka a vásárlókhoz. Azon dolgozunk, hogy megmutassuk, hogy azért itt ennek a szektornak van ereje, és megpróbál minél hamarabb talprálni. Nem könnyű a helyzet a mangalica tenyésztőknek sem, figyelembe véve a jelenlegi takarmányárakat és mindenféle egyebet, ami a világban körülöttünk történik, úgyhogy nyilván minket is elég súlyosan érint, de pont azért nagyon fontos nekünk, hogy itt lehetünk, hogy megmutassuk, hogy azért létezik mangalica tenyésztés, és a termékek azért készülnek, és hogy reméljük mindenki megelégedésére. A mangalica a világban már letette névjegyét a keresett húsok között. A Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete az őstermelőkkel együtt azon dolgozik, hogy elfoglalja a méltó helyét a magyar konyhaasztalon, amihez az ilyen fesztiválok kihagyhatatlan lépcsőfokok. A mangalica termékek Magyarországon nagyon népszerűek. Ugye ez itt már sok éves munka, tehát itt vissza lehet már menni 10-20 évre, de egy jó 10 év ezelőtt kezdődött ez, amikor tényleg bekerült a köztudatba ez a mangalica, és nagyon ismeri mindenki, és el is fogadja. A háromnapos fesztivál lehetőséget biztosít arra az ide látogatóknak, hogy megismerjék az étel különlegességeket, hiszen Fehérváron idén is a legjobb tenyésztőkkel és termékeikkel találkozhatnak a vendégek.